Létezik-e polihisztor életpályamodell a 21. században? Ha valaki véletlenül erről álmodna, mit kell tennie ahhoz, hogy polihisztor legyen? Vajon milyen lenne Herman Otto, ha ma élne és alkotna? A polihisztor életpályamodell. Aki polihisztor, nem úgy gondolkodik, mint más. A célok felé vezető út fontosabb, mint a közvetlen eredmény. Nem rest az előkészítő folyamatokat minden oldalról körüljárni, mert így teremti meg az elvégzendő feladat biztonságát. Világképét állandóan változtatja, és bátor kreativitással teremt összefüggéseket a jelenségek és tapasztalatok között. Hipotéziseire bizonyítékot keres, és ha kell változtat, ha kell átalakít. Az élet hosszig tartó tanulás. Ez a polihisztor vele született ösztöne. Hogy mi Herman Otto életműve? Hátrahagyott műveit és írásait itt és most lehetetlen lenne felsorolni. De szinte nincs a tudománynak és a közéletnek olyan területe, amihez ne tett volna értő és hasznos módon hozzá. A madártan, a halászat, a néprajz, a népzene, a népi hangszerek kutatása, a nagy pókmű, csodálatos illusztrációi és az útleírások, amelyek egyébként irodalmi szinten is megállják a helyüket, mind-mind azt bizonyítják, hogy a komplex gondolkodásnak egy szinte elérhetetlenül magas fokával állunk szemben. És hogy mi hajtotta? Az elemzés, a kíváncsiság, a megismerés, és az a hit, hogy a tapasztalatokkal és a tapasztalatokból leszűrt tudással a világot teszi jobbá. Szinte lehetetlen a 21. században több tudományágban párhuzamosan kiemelkedőt alkotni. Herman Otto munkásságának azonban van egy máig ható üzenete. Rendszerben, összefüggéseiben látni a dolgokat. Ez a holisztikus szemlélet az, ami a ma Herman Ottót jellemezheti. A nagy tudós munkásságának értői és tisztelői elhatározták, hogy a felfedezéses tanulás módszerével adják tovább Herman Otto örökségét a következő generációnak. A Herman Otto vándortanösvény egy interaktív polihisztor játszóház. Rávezet kicsit és nagyot a természet összefüggéseire és törvényszerűségeire. Jó szórakozást a polihisztorrá váláshoz!